Móricz Zsigmond 130 éve született, és a Hétkrajcár című kötete 100 éve jelent meg. A jubileumi év kapcsán megvalósult konferenciának a Református Gimnázium adott otthont. Tekintettel arra, hogy mi mindig misszionáriusai vagyunk Móricznak, hiszen aki meglátogatja a múzeumot, ott olvassa Móricz véleményét az iskoláról, örömmel adtunk helyet ennek a lehetőségnek, és akkor következett ez az ötlet, hogy az ifjúság bevonásával rendhagyó irodalom órára kerüljön sor, így gimnazisták és teológusok is részt vehetnek az előadásokon. Mi általában Móriczot a novellistaként ismerjük, vagy gyermekregény írójaként. Talán a saját irodalmi sikerei érdekében túlságosan sötéten is fogalmazotta maga korának a társadalmáról, de úgy érezzük, hogy amit akkor elmondott, az napjainkban nem csak hogy időszerű, talán még időszerűbb is. Az évfordulóra egy Móricz válogatás kötet is megjelent, melyet minden generációnak ajánlanak a jelenlévő költők. Hitem szerint Móricz legjobba, amely tehát, ha eljutna a diákokhoz, középiskolásokhoz, sőt, azt mondhatom, hogy az Hétkrajcáról ugye az elsősökhöz, hiszen már elsős olvasmány, középiskolásokhoz, sőt, az egyetemistákhoz. Hogyha ezt, ami ebben a kötetben van, ismernék, az elegendő lenne ahhoz, hogy igazán megszeressék Móriczot, ezt a fantasztikus nagy életművet. Ugye Móriczot már sokan emlegetik Európa egyik legnagyobb írójaként, minden túlzás nélkül. Balzakkal egysorban például. Ez is túlzás nélküli dolog. Tehát van mit elsajátítani, és van mit megszeretni. A 100 éve megjelent Hétkrajcár című köteten nőtt, illetve nő fel ma is szinte minden gyermek. A novella tartalma a krajcárok kereséséről és a szegény koldusón való segítésről szól. Ez még Adit is elragadtatásra késztette.